Na csácsó, mi csöltész a csokoládés traktor kerékülő csatornán. Képen jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 22 gameplay sorozat következő részével, amiben megint különleges dolgokat tervezek csinálni. Hát remélem, hogy össze fognak jönni ezek a dolgok. Először is szeretnék nektek mutatni valamit, hogy mennyire durva a season mód konkrétan a Farming Simulator 22-be. Nézzétek meg ezeket a fényhatásokat, ugye eddig is láttuk az MTZ-nket, de most nézzétek meg májusba, a májusi tűző napsütésbe, hogy hogy néz ki ez az MTZ. Gyerekek! Oh my god, mik ezek a színek? Mik ezek a színek? És nézzétek, egyébként minden így zöldbe borult, mármint hogy az összes fa már ugye szépen nem ilyen csúnya, kopasz, hanem ugye kilevelesedett, meg még ráadásul megnőtt a fű is, úgyhogy tök durva, hogy így belepörgettem az időben, mert egyébként ilyenkor ugye mindig átpörgetek egy napot, mivel ugye egy napra van állítva, egy darab hónap, és így meglepődtem, hogy úristen, mik ezek a színek, és tényleg nem csak ugye, és mi az az ég? Mert egy csomó minden változik, ugye azt hiszed, hogy csak az változik, hogy jaj, mert zöld lett a fák, de egyébként a fényhatások, ugye az atmoszférikus effektek, a felhők, az ég, a fények, a minden tök megváltozik. Így, bár érzed, hogy ilyen, egy kicsit olyan, már tényleg olyan érzésed van, hogy el tudod képzelni, hogy ilyen melegebb van, május, jobban tűz a nap, magasabban jár, delel, tök jó gyereket. Na, viszont amit kellene csinálni, azt mindjárt megmondom, hogy mi. Sőt, be se kellene mennünk, mert igazából már kezdjük ismerni ugye ezt az egész hobbeleboncot. El fogunk menni valahova. Mert úgy gondolom, hogy most azon gondolkozok, mit felejtek el, mert biztos, hogy valamit elfelejtek. Gyerekek, ezt majd gépen belül megcsináljuk. Ezt fel kéne csatlakoztatni, meg akkor kellene bekötni a kábelt, mert ugye be kell kötni a kábelt, nem. Várjatok, figyeljetek, traktoros slang, aki vágja, hogy MTZ, mi az a kutyafej, ezt már mondja meg, mert eszembe jutott már többször, hogy ezt meg akarom tőletek kérdezni, és sajnos attól, aki meg tudná mondani nekem, aki szokta emlegetni ezt így, attól már nem tudok, fateram szokta egyébként, attól nem tudom megkérdezni, fateram szokta emlegetni mindig, hogy így szokta mondani másoknak, mármint ugye ő volt a sofőr, és akkor rátolatott a pótkocsira, és akkor emlékszem, hogy a rakodóknak szokta mondani, hogy csatlakoztassátok a kutyafejet is. És nem tudom, mi az a kutyafej. Nem, hogyha nagyon ütnek, se tudom, hogy mi a franc az. Úgyhogy aki nagyon vágja ezt a traktoros szenget, az mondja már meg nekem. Na, el fogunk menni valahova, gyerekek, gondolom rájöttetek, hát nem véletlenül raktuk fel a pótkocsit. És ahova fogunk menni, gyerekek, az nem más, mint lemegyünk az asztaloshoz, és az asztalosnál tudunk venni állatokat, és ez a pótkocsi ezt tudja az állatokat, és elmegyünk vásárolni, gyerekek. Kettő disznót kellene venni, elvileg, várjatok, lehet venni úgy disznót, hogy meg tudod, gyerekek, ez a bicikli az lehet, hogy az bajos helyzetbe került, mindjárt várjatok, tolatunk egy kicsit, mert ez, nem akarom összelapítani a ringát. Jó. Elég ortolós így fölfele ez az MTZ. Ja, az a gond egyébként, hogy valószínű, hogy nem fogjuk tudni megcsinálni mi ezt a területet. Tehát ebben idén valószínű nem lesz elvedve. Elmegyünk állatért, és talán a szaporulattal tudunk egy kicsit majd üzletelni, meg ugye kellene nekem ganyé. Nem akarok műtrágyázni. Úgy érzem, hogy egy ilyen tipikus kicsi gazdaságot elkezdtünk, és emlékszem rá, gyerekek, nekünk volt gazdaságunk, kicsi gazdaságunk. Kicsi gazdaság az azt jelenti, hogy mindenkinek volt háztája, volt szőlőhegy, voltak telkek, és azokat ugye megműveltük, meg nem csak telkek, hanem ugye kellett az állatoknak. De ez egy tipikus, mindig az volt, emlékszem rá, hogy ha túl sok kukorica termett, vagy éppen bármi, akkor mindig azt mondta a fater, hogy hey, túl sok lett a kukorica, kell venni malacot. Úgyhogy nagyon jó volt. Aztán, hogyha meg malac volt, akkor meg izé volt, akkor kell venni kukoricát. Úgyhogy mindig ilyen 22-es csapdája volt nálunk ez, meg szerintem így igazából mindenkinél. Srácok. Szépen okosba. Jó.
Lemegyünk gyerekek, lemegyünk, veszünk kettő malacot. Lehet elvileg venni olyat, amelyik már ilyen ivar érett, úgy emlékszem. Meg lehet venni olyat, már itt ivar, úgy, hogy egyből ugye nagy. Meg tudsz venni olyat, tudsz venni olyan disznót, na. Meg tudsz venni újszülötteket konkrétan. Valószínűleg újszülötteket fogok, az azt hiszem, hogy olcsóbb. Már lehet, hogy az kellene, hogy nem újszülötteket, hanem amelyik már egyből ugye tudna szaporodni, és akkor a szaporodatból tudnék egy kis pénzt csinálni, plusz lóvét. Igen. Ja, és azt akartam mondani, hogy igazából egy ilyen kicsi gazdaság is, mint a miénk, nem volt ott olyan dolog, mint... Ott hátul elvileg ott lehet megvenni. Nem volt ott olyan, hogy műtrágyázás, gyerekek. A disznók, amit termeltek, azt vittük ki a ganyét bezelebb. Elvileg ezt... Mert most... Egyébként ez a pótkocsi, ez tudsz állítani kettő darab malacot konkrétan. Nézzük meg, és itt van, igen. Igen. És itt is úgy van, nézzétek, tudunk venni, basz, mindenből tudsz már venni ilyen izét. Nulla hónaposat. Itt van, hogy vemhességi idő. Holstein. Lehet venni limuzint is, gyerekek. Ez a jó, az a limuzin. Bőrbelső, bőrkülső. Tökéletes. Na, itt vannak a malacok. 200-ba kerül, ugye a nulla hónapos, de viszont, hogyha nagyot veszel, a vemhességi időszak 4 hónap neki, és ő már tenyész korszakban van, tehát... Az egészséges 6 hónaposnál idősebb állatok szaporodhatnak, ő meg ugye 6 hónapos, ezek 6 hónaposok. A 6 hónaposok azok 500-ba kerülnek, a nulla hónaposak azok meg... Azok meg 200-ba, hát szerintem vegyük kettő darabot, veszünk ilyen német akármit. Ide kerül be. Ugye költség nincs plusz, vásárlás. Jó. Most erre kíváncsi vagyok, hogy az ikkor bele is került. Nem mondom, hogy gyerekek viszik a malacokat! Jaj, vigyázzatok, nyugodtan legyetek! Kicsit ilyen, nem tényleg egy picit... Pici ez a paut, aztán kicsit furcsán állnak a malacok rajt. Jó van, okosban legyetek, gyerekek! Mutogatják itt a seggüket errefelé. Hunkori farkúak. Jó, menjünk, visszük haza a malackákat, ne vicceljé. Okosba. Berakjuk az olba őket. Kellene venni nekik egyébként egy kis malac takarmánt. Ott van az őze. Mi van az őzek? Itt mindig mászkálnak benne a faluba. Igen. Még egy dolog van, változás egyébként a gameplay sorozatba. Ugye beszéltünk már róla, hogy egy targoncát kapott a tüzéptelep, vagyis a bolt. Ugye egy ilyen boltnál, meg egy ilyen tüzéptelepeken mindenhol van targonca. Nem az van, hogy neked kell vinni a targoncát, hogyha valamit ugye akarsz venni. És ez szerintem így reális. Az a lényeg, hogy tudjuk ott használni a targoncát, viszont elhozni nem hozhatjuk el. Úgyhogy ez valahogy így gondoltam, hogy ez így lesz megoldva. Mert... Úgy érzem, hogy az így reális. Esetleg, ha nagyon akarjuk, akkor kölcsönkérhetjük azt a targoncát. Hogyha van olyan nagyon olyan feladat, amit nem tudok vele megbirkózni. De ugye az a lényeg, hogy ne az én targoncám legyen, hanem az a bolté. Jó, veretjük neki, gyerekek. Milyen jó nehezek ezek a malacok. Visszafogják, de annyira megváltozott a színhatása a játéknak, bődületesen durva. Na hát jó. Jó, de egyébként tudnánk csinálni ugye bérmunkát, meg kéne nézni, hogy a malaszoknak mennyibe kerül az eleség. Úristen, mekkora fű van itt, gyerekek, ez durva. Na ez hogy kell, ide be kell állnom, elvileg? Valahova? Ide kell állnom, vagy hova? Elég így lennem? Azt lehet, hogy ide be kéne tolnom, mi? Hát akkor... Úgyhogy elképzelhető, hogy ide kell tolatnom. Majd mindjárt meglássuk. Úgyhogy tényleg valaki tudja, hogy mi az a kutyafej, vagy kérdezz meg édesapádat, én nagyon kíváncsi leszek rá, hogy ebből mi sül ki, hogy mi az a kutyafej dolog. Azt nem tudom, hogy ez hogy működik, hogy ez így jó lesz nekem, vagy ezt ide tolom.
Egy kirakodást kell gyomnom, vagy mi? Lehet, hogy most nézek egy menüt, mert nem jövök rá, hogy hogy van ez. Kirakodás itt. kiöntjük a disznók a gyerekek. Nem tudom, i. Jó, de kell mennem? Nagyon... Nagyon nem azt csinálja, amit én akarok. Most, de menüt kell néznem, mert ez így... Feszítővek... Állatopciók. Itt a traileren, jó. Igen. Kettő darab. Oké. Okay. Hát, ha ez is a gazdaságba. Jó, mégis csak megoldódott. Ó, gyerekek, megjöttek a malacok, már jó nép járok az MTZ-be. Hát, te gyönyörű az az MTZ, úristen, nem tudom elmondani, mennyire jól néz ki. Tivalda, hopp, 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 hopp. Hátra veledben vagyunk, gyerekek, ne vicceljetek. Be kell tenni az ajtót, ki ne vegyenek a malacok. Van kettő malacok, gyerekek, saját erőből csináltuk mindent eddig. Annyira imádom ezt. Lassan meg kéne tankolni, ide kéne hozzon baj, de kannát. Milyen szép ez a játék, mindig meglepődök. És ebben belső nézetben rohadt jó. Ajtek! Nincsenek! Ne! Lefeküdt! Lefeküdt! Szia! Nevezzük el őket, gyerekek! Mondjatok neveket, gyerekek! Nevezzük el őket! Azt a betyár, milyen jóságged van, tesó! Azt a betyár! De igen, egy kicsit lehet éhesek, szomjasak. Megnék kellene néznem, hogy hogy van ez? Várjátok, menjünk be, hogy mi kell hozzá. Megnézzük az interneten, mi kell nekik, jó? Azt a betyár. De ezeknek várjál, víz is kellene, nem? Nincsen nekem kúta? Na hát akkor kell telepíteni egy kútat is az embereimben. Vagy az embereimben? Milyen embereimben? Na, itt az állat opciókat meg kell nézni. Igen. Azt a betyár, mi? Gumós növények, meg az anyavalaga, ami nem körekik. Meg víz is körekik, azt a betyár, úristened. Szaporodás. Hát, gyerekek, körnekik. Kellene nekik idő. Ne kellene menni boltba megnézni, hogy tudok-e nekik valami kaját venni. Meg kéne vennem egy vödröt, meg kéne vennem kellene lerakni egy kutat. Úgy gyerekek, egy kicsit meg vagyok lőve, lehet-e követnem dolgozni már megint. Minden esetre tegyük be a kaput, mert baj lesz. Jaj, figyelj, bemegy oda a ha! Mit csinálsz? Esik az első fész, vagy beleged van? Mit csinál? Lefekszik. Mondod, ez nagyon jó. Nézelődik el. Ez meg itt te üdögel. Üdögel a váló előtt, hogy valamit adjál főnök, vagy valami legyen, mert bajok lesznek, nem vagyunk, leszünk sohánkodva. Jó van, majd valami lesz. Szerzek kaját nektek, gyerekek, mindjárt várja. Van kettő malacom, csak nem tudom mivel etetem, meg mivel itatom, de valamit majd alakult. Jó, el kell menni, gyerekek, elvegyük, megnézzük, hogy mennyi a boltba. Mennyi az állateledel, disznótakarmány, vagy valami csoda. Ha vettem kettő malacot, kajá meg nincsen nekik. Veszünk nekik talpot. Ez mennyibe fog kerülni? Srácok, nem egyszerű az élet. El kellett volna jönnöm biciklire. Targoncával fedettük volna egy csomagtartóra zsákos árut. Jó, hogy itt a bolt mellett vagyok. Megmondom őszintén, mert szívnék rendesen. Jó. Megállunk aztán. Nézzük, hogy milyen szitu. Oj, de szép az az MTZ. Na, nézzük, hol vannak itt a idők. Miket tudok venni? Tudok venni bálákat is, nagyon jó. Körbála szívás, jó drága. Nagyzsákok. Folyékony trágya, mag, méz, búza, zab. Ja, bazet, tudok venni ezért is. Tudok venni ilyen búzát, meg ilyen. Sertéstakarmány, itt van gyerekek. 1000 liter. Ez biztos jó nekik, nem? Ez jó lenne nekik. Csak ezt valahogy föl kéne dobni majd a pautra. Húszóró só is van. Figyeljetek, vegyünk egy sertéstakarmányt. Egy darab elég.
vásárlás, és megpróbáljuk földobni a pavut kocsira, vagy pedig az lenne a legegyszerűbb, hogy beleengedném. Itt a targoncánk. Vagyis nem a targoncánk, hanem itt egy targonca. Oké, gyerekek, automata, úgy látom. Oké. Oldalra tudom. De jó. Ó, tudom nyitni és szét. Hát ez nagyon király. Jó. Hú, és egyébként ennek az irányítása is baromi jó így. Még ugye ezen van az a golyó is kormányom, mint ami nekem itt a kormányod tök állat. Na, próbálkozzunk meg vele. Fölvenni. Ilyet még nem használtam, ilyen zsákos cuccot egyébként. Farmingba. Kicsit meg össze kellene húzni. Ennyi a max? Jó, van, akkor elég lesz ez. És még nyúlik is a zsák. Beszarsz. Ez nagyon adja, gyerekek, és van fizikája a zsáknak. Nagyon félreállok, megnézem. Te fiú, hallod, ez mekkora király. De mi ezt? Azt hittem már elbírjuk. A 850 kW nagy ne bírja elvinni. Bele kellene engednem a kocsiba. Pótkocsiba. Nem csak fordulok egyet, mert nem a legjobban álltam rá. És akkor ott meg ugye be tudnám menteni a biztonknak. Pautkocsiba beengedjük. Ahogy. Még előbbre. Ezt ott meg be tudom önteni a pótkocsiból a malacoknak elvileg. Na mi történik? Miért nem akarja? Miért nem akarja a jót? Nagyon akarja a jót. Följebb nem tudom emelni sajnos, nem tudom, hogy hogy lehet följebb emelni. És nem akarja nagyon kiengedni így. Elég nem túl jó, ez a... Ó, oh, jó van, oké, belengedte. Azt akartam mondani, ez a targonc eléggé nem jó, mert nem tudsz vele túl magasra emelni. Úgyhogy ez egy kicsit szerencsétlenkedő, és nagyon van, gyerekek, tényleg gépeket kell tarulnom. De miért most megemeli még magasabbra? Nem értem az előbb, miért nem emeltem magasabbra azt a zsákos cuccot. Oké, gyerekek. Jó. És akkor vihetjük a malacoknak. Meg akkor ezért kellene várni, kellene vennem egy vödröt. Ugye arról is volt szó. Egy vödröt kéne venni. És azt szerintem meg kell nézni a modol dolgoknál, és hogy egyszerűbben is megtalálom. Itt a bakit. És ebben remélem, hogy ebbe tudok vizet? Vagy miket tud ő ebbe? Havat, trágya. A vizet lehet, hogy nem fogja tudni a gyerekek. Akkor viszont rácseszek. Igen, ez nem tudja. Nem tud vizet. Nézzük meg a kannát. Ebben csak dízel van, úgyhogy ez se lesz jó. Úgyhogy akkor baj van, gyerekek, már nem tudom, hogy a francba fogom. Ez mi? Aha. Nem tudom, hogy fogok vizet adni ezeknek a szerencsétlen állatoknak. Van itt egy víztartály 2000-ért, csak erre ugye kellene keresnünk akkor pénzt. Ez mondjuk nekem jó lenne. Ez egy ilyen nagyon régi. 5000 literes. Hoppá! Itt van egy izé, van egy, itt is egy 2000 literes. Régi orosz víztartály. Vagy gyakorlatilag tejet, meg minden tudsz ezzel szállítani. Ez egy jó cucc. Jó, hát akkor össze kell kapnom 2000-et, mert különben nem fogok tudni az állatoknak vizet adni. Viszont ezt nekiköntöm mindenképpen. Ó, gyerekek, azért most ugye akkor talán össze kellene kapnunk 2000-et, el kellene mennünk annyit dolgozni, hogy legyen meg. Megnézzük, hogy milyen munkák vannak, jó srácok? Ó, egyébként tök jó.
Egyébként jó, gyerekek, szereztünk egy kis üdét. A malacoknak szereztünk kaját. Bár ez az 1000 liter, ez valószínűleg nem sokáig bírja, de igazából két malac van, szerintem olyan túl sok nem kell nekik. Figyeljetek, addig, amíg nincsen más, addig jó lesz nekik ez. És ez lehet, hogy ez az eledel, ugye, az a sertéskaja, ez lehet, hogy ugye 100%-osnak felel meg neki. Majd mindjárt megnézzük, kíváncsi vagyok. Megpróbáljuk nekik adni, nem tudom, hogy hol lehet. Hol kell a vizet, és... Oh, ja, itt kell a kaját. Jaj, itt futkoznak a gyerekek. Na, beszarsz neki. Na, próbáljunk meg. Nem tudom, hogy merre billent egyébként. Na, igen. Manchester Keeper. Úgy. Jó lenne, hogyha erre billent. Ó, nagyon jó lesz ez ki. Na. Oké, akkor van neki kaja. Ez eddig jó. De viszont most el kellene egy kicsit mennem dolgozni, mert különben piájuk nem lesz. Kellene egy víztartály. Jó, ezzel ugyanúgy megállunk ki, de gyerekek. Egyébként tök jó, hogy van ez az MTZ, meg jó ez a pótkocsi is, tök jó minden eddig. Meg kell néznem interneten, mert itt bent tudom csak megnézni, hogy az állatok akkor most a kaja szinten hogyan vannak, jó? Arra ránézem ember. És ez, akkor ez konkrétan mindenhez ad. Ez mindenhez ad, gyerekek. Akkor víz kellene neki, és akkor ugye menne 100%-on az állat. Mert ugye ad 50% minden egyéhez. Az ilyet. Ilyet érdemes venni, mert akkor nem kell külön adni nekik mindent. Ez jó. Akkor össze kellene szednünk nekünk 1500 eurót, hogy meg tudjunk venni egy olyan ciszternást. Járművet. Bérmunka. Nézzük, gyerekek, mi van itt nekünk? Balázás, gyomlálás, szántás. Hát ez semmilyen körülmények között. Nyomunk egy clear kontaktot és new kontaktokat nyomogatunk. Megnézzük, hogy mik vannak. Hát, hogyha lesz valami olyan meló. Na, bálálást abszolút nem akarom csinálni. Permetezés, gyerekek. Permetezés. Ja, csak 541-et kapunk érte. Szántás, trágyázás. Ennyi? Nyomunk clear kontaktot, azt újra. Hát figyelj, nem fogok elmenni bálázni még egyszer, az biztos? Ha, 100%, gyerekek. Permetezés, trágyázás. Bálázás, itt is bálázás van csak. Meg a permetezés, ugyanazt beadta a gyerekek, ne szórakozza. Hát, mindig abban reménykedek, hogy ad valami mást. Szántás. Úristen, gyerekek! Szántás! Megszántsunk! Hogy nem akarok bálázni semmiképpen! Permetezés nagyon keveset ad, a trágyázás az ad, csak az a, honnan szerzek, érted? Szerintem ebben nem hiszem, hogy lesz, nem? Mert az eszköz kibérlem, attól még nem lesz nekünk idő. Gondoskodj róla, hogy az eszközben legyen műtrágya. Hát ezt nem tudom, gyerekek, hogy ebbe lesz a trágya. Na várj, nézzük meg 32-es területet. Nem akarom. Nem hiszem el, hogy nem ad nekünk egy izét, egy más melót. Bálázás, trágyázás, szántás. Ugyanazokat adja vissza, mi? Félek tőle, hogy ebben nem lesz műtrágya. Mert gondoskodj arról, hogy az eszközben legyen műtrágya. Én gondoskodjak róla, érted? Ez nekem nagyon nem
díjazom. De lehet, hogy nyomunk egy szántás, gyerekek. Hányas terület? 44-es. Legalább megismerjük, hogy mindenképpen legyen meg a íz. Ja, meg kell egy kút is nekem, bazze. Úgyhogy még az is. Úristen, gyerekek. Na, nézzük meg akkor a hányas terület? 44-es terület, meg kell nézni meg különben. Cseszhetjük. 44-es, 44-es, hol szarban van a 44-es? 44-es, úristen, hát ez jó nagy. Au, basszus, ekkora meló. Gyerekek, megőrülök. Komolyan nem ad semmi mást. Ja, mert ugye május benz van, mi? Bálázást az Istennek nem fogom elvállalni még egyszer, gyerekek. És tényleg ugyanazokat adja vissza, hiába csinálod még, mert még akárhányszor meg. Szantás. 44-es ugyanaz vissza, hogy jó van, akkor tárgya kölcsönzése, ugye? Jó van, gyerekek, elmegyünk. Elmegyünk, el kell menni dolgozni. Azt hittem, hogy megúszom vagyok, kapok valami más munkát. Olyan, annyira... Még mindig május van, basz, vagy már május van, és még mindig csak ugyanazokat a munkákat tudod vállalni. Hát ez egy kicsit szomorú. Szomorkás a hangulatom bálma, de hát mindegy, kell dolgozni, mert nekem kell szerezni a malacoknak kaját. Úgyhogy az ilyen srácok. El kell mennünk dolgozni, szántani fogunk. Azt szerintem így még a legoptimálisabb. Nagyon máshonnan pénzt nem igen tudok csinálni. Figyeljetek, egy helyről tudnánk pénzt csinálni, hogyha keresnénk izéket. Keressünk ilyen objekteket? Megpróbáljuk, hogy mondjuk bemegyünk mondjuk házakhoz, aztán talán játékokat keresünk. Mondjuk az is se lenne rossz szám. Na figyeljetek, akkor most rohadtul figyeljetek, mert ugye nem is tudom, nem kellene sokat, kettőt találnak már jól lenne, ott meg a bambik ott mászkálnak. Ott van a traktor például, vagy mi az oda néző. Mert ó, ezret már be is kasszíroztunk, gyerekek. Na, hogyha véletlenül nem veszek észre, akkor írjatok, jó gyerekek? Ha nem veszek, ezeket nem lehet kapni. Ha nem veszem észre, akkor nyugodtan írjatok, hogy ott volt hülye. Jó? Itt a szomszédnál járkálnak, mi? Régen egyébként emlékeztek? Nem is tudom, farming 17-ben volt az, amikor ilyen aranyrögöket kellett gyűjtened? Abba voltam is, hogyha az összeset összeszedted, akkor 1 milliót kaptál. 1 millió eurót. Sokan azt csinálták, ugye, akik nem akartuk csitelni, hogy a legelőször volt ilyen guide, és akkor meg tudtad nézni, hogy hol vannak. Ott a ézei, figyeld, a tartálykocsi. És ebből már kettőt megtaláltam. Jó, már figyeljetek, meg is van 2000 valamennyi. Jó napot, viszontlátásra mentem. Hello, szevasz. Jó, megvan 2000 valamennyi, gyerekek. Hova nézzünk még be? Itt szerintem nincs, mert itt igazából nézelődtem már. Itt ugye találtam egyet. Szerintem minden háznál, mondjuk lehet, hogy itt még van, várjál. De valamelyik épületnél még igazából ott is kettő volt, úgyhogy nézzük ezt gyorsan át. Kellene vennem egy-két dolgot, úgyhogy jó lenne, hogy találnám ilyen free dolgok. 1000 eurókat itt találna az ember. És ha valahol nem veszem észre, nyugodtan írjátok, jó? Csapjatok le rá. Valamelyik írtátok, vagy ja, valaki írta egyébként, hogy valamelyik az olyan durván el van állítva, hogy ilyen házt töm meg ilyen helyeken. Úgyhogy lehet szívni. Vele. Nem látok többet. Valahol láttatok, akkor szóljatok tényleg. Ja, csináljunk ma egy ilyen részt, egy ilyen kis felderítőst, jó? Remélem, hogy nem gond. Kicsit ilyen speciál rész, meg ugye akkor meg lesz a lajtos kocsi. Megmondom őszintén, nagyon szívesen csinálnék más jellegű munkákat. Hogy nem mindig ugyanazokat a melókat csináljuk, mert igazából más nem csinálunk.
Igazából a szántás volt, a bálázás volt. Volt egyáltalán más. Kultiválás volt, ugye? Amit amikor elcsesztük. Nem is értem egyébként, miért nem tudok kultiválni most. Figyeljetek, a temetőbe tuti, hogy lesz. Ide félreállok. Letámasztjuk a biciklit a fához, e? Szigorúan, itt a temetőbe tuti, hogy lesz. Nem hiszem el, hogy nem lesz. Ilyen helyen, ilyen szemetes kuka meg... Ah! Trágya szóró. Ez egy vetőgép volt, érdekesen mindegy ki. Jó, már 3500-unk, tök jó. Bírom ezeket a gyűjthető dolgokat, meg főleg úgy bírom őket, most mondhatjátok, hogy cheat, mert így összeszedegetem őket, de én nagyon azt tetszik, hogy nincsen semmilyen guide-om, nem tudom, hogy hol van, és így tényleg mi találjuk meg, szóval nem, nincsen semmi trükközés. Jó napot! Elnézést sokan. Ott van-e? Kombány! Néha kell egy ilyen kis kikapcsolódás, legalább így megismerik a falut. Például abszolút nem jönnék be soha, de így legalább ugye bejössz. Itt tök jó elérik a készítők, hogy hát nézed már végig az egész mapot, hogy milyen jó mapot csináltunk. Mivel így végig kell skubiznod az egészet. Tényleg valahol láttok, nyugodtan ordítsatok. Több szem többet lát. Templom környéke, meglássuk a templom környékét. Ilyen jó gyorsan megyek, aztán ti is majd észreveszitek, akkor tudtok írni. Kerti budi. Azt hittem lesz a kerti budiba benne valami. Nagy kábel. Megtaláltad az első kábelt. Még találja 95-öt. Azt akkor megnyithatod a izét, a szippantós vállalkozásodat. Ott van egy ja! Innen látom, jó. Oké. Okay. De jó néz ki azok. Milyen jó felnék vannak ott. Ott van a kombány. Kombány már 5-öt megtaláltunk, gyerekek. Az nagyon durva, nem? 5 darab kombány. Hopp, figyeld. Na jó, szerintem egyébként egy elég is lenne. Szóval egy kicsit engedjük el ezt, mert túl sok pénzt keresünk, akkor meg már nem akarsz dolgozni. Nem igaz ki, gyerekek, Keeper nem akar dolgozni, mert annyi pénzt keresünk. Egyébként be lehet nézni ezeket a virágokat, ezt mindig benézem. Azt hiszem, hogy izé, hogy jármű, vagyis játék. Ezt közben meg nem. Jó van, srácok, szerintem így és jól állunk, meg kellene csinálni. Igen, a mai cél az mindenképp, hogy a malacok legyenek meg. Szóval ugye holnap, már ugye egy hónap elmúlik, tehát akkor elvileg már lehet, hogy termelnek ganyét, meg termelnek, meg nőnek ugye. Meg a szaporulat nagyon érnek el, nem is tudom, hogy mennyi időként szaporodnak, de az például tök jó lenne, mert akkor azt meg ugye el tudnám adni, el tudom hordani majd. Ugye ugyanígy, ahogy hoztam, majd a kicsiket, vagyis nem a kicsiket, hanem amikor már megnőttek, hogyha lesz szaporulatom, akkor azokat el tudom vinni és el tudom adni. Gondolom van valahol hentes, vagy valamicsoda, és annak például. De egyébként megvehetnék ilyen asztalos üzemet is, és akkor fú, egy csomó mindent ki lehetne találni erre, hogy milyen, hogy akarunk meggazdagodni. Itt azért sokkal változatosabb. Igaz, hogy leszóltam legelőször a Farming Simulator 22-t, hogy jaj, mert ezek a termelési láncok, ezek mi értelme van? Igazából annyi értelme van, már mindenképp nyersz rajta, hogy jóval változatosabb, nem? Hogy nem csak úgy tudsz meggazdagodni, ahogy megszoktad 19-ben, hogy vetekaratok, vetekaratok, vetekaratok. Vagy pedig, mit tudom én, gyapjú, 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 tojás, 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 hanem tényleg ilyen bonyolultabb módszereket is tudsz alkalmazni. Amik persze időgényesebbek is, de sokkal érdekesebbek. Jó, megnyújt a fűbe, azzal le is lehetne használni, hogy abból is lehetne pénzt. Jó, egyetek már, gyerekek, már van kajátok, more. El kellene menni a ciszternáért. Nem tudom, miért mondom ciszternának, amikor nem ciszterna. Jó, a pótkocsit ezt ledobjuk. Ugye valahol betolatok a pótkocsival.
kéne raknom az oll mellé, nem? Vagy inkább a másik oldalára, várja. De a talicska mellé berakom. Mindenképp kell vennünk ám lapátot. Azt ne felejtsük, hogy kell lapát, kell vödör. Meg kell talicska. Ez a három dolog mindenképp kell, hogyha a disztonkkal akarok komolyabban foglalkozni majd. Nyilván így jó is lesz szerintem, srácok. Mindjárt lefogok. Szemegyünk, megveszük akkor a ciszternát, jó? Ciszterna? Miért ciszternának nevezem? Nevezhetem én azt ciszternának? Nem tudom miért nevezem ciszternának. Nem is tudom minek. Lajtos kocsi találni. Lajtos kocsinak nevezzük, jó? Ha egyszer már akarunk valami nem hagyományos nevet alkalmazni, mármint inkább hagyományos nevet, tehát nem egy ilyen commerce nevet, akkor legyen lajtos kocsi. És szerintem azt a kétkerekeset fogom megvenni, nem azt a favázasat. Ugye mind a kettő 2000-be kerül, de szerintem az tök jól néz ki az a... Az a ruszki verzió jó. Mindjárt megnézzük gyerekek, és megnézzük akkor a modell cuccok, és ugyanott, mi az? Ugyanott van. És van ilyen, ez tök jó. Mármint, hogy kilépsz és ugyanoda kerülsz. Hoppá, van krumpi pörgetőnk. Mi? Ja nem, ez kasza, hülye vagyok. Mennyibe kerül ez a kasza? 3500, ez jó lenne, le tudnék kaszálni vele. Meg talicskával is össze tudom szedni természetesen, ugye, ez tök jó. Ez mi? Ó, ez egy izé, ez egy ganyízó. Jó, vannak itt komoly dolgok, gyerekek. Ez is tudná ugye a vizet. De nekem tetszett az, ami az előbb volt, csak tudná, hogy jöjjön rá a képer, hol a szarba van. Hol volt az, Hol volt az? Nem itt volt? Tízezer. Ha, itt van a legutolsó helyen. Ugye van egy olyan, amelyik iszap, mármint folyékony trágya, meg van egy ilyen tipikus lajtos szín. Ez jó, ez jó. Vagy ez a téglavörös. Jaj, ez jó lesz gyerekek, ez jó lesz. Oké, gyerekek. Csapjuk neki 1,9 tonna, tök jó ilyen adatok vannak róla. Másállás. Na, megint gazdagodtunk valamivel legalább. Mehetünk az MTZ-be. Rátolhatunk, azt a visszük is. Meg kellene ugye ásatnom egy kutat, hát az nem tudom az is mennyibe fog kerülni. Remélem, hogy azért olyan túl sokban nem. Mert ugye valahonnan vizet is kellene vételezni, vagy pedig elmenjünk a folyóhoz? Lehet, hogy leugrok a folyóhoz, aztán akkor megpróbálom ott megtankolni. Talán lehet. Nem tudom, hogy ez hogy működik, hogy mindenhol lehet-e, vagy pedig megadott helyeken. De hát ezt meg kell nézni, gyerekek. Jó, a vezeték beködve. Mehetünk is. Megpróbálom megtölteni folyóhoz, nem tudom, hogy mennyire sikerül. Hogy ez hogy működik. Leugrunk. Itt van egy folyó, itt ugye, itt szoktunk átkelni rajt konkrétan. Ó, hát ez jól néz ki. Nem is tudom, 5000 literes, 5 köbméteres. Nem messze ez a gond. El kellene mennem balra. Hogyha a folyóból nem tudjuk, akkor mindenképp csináltatunk egy kutat. Remélem, hogy van. Remélem, hogy nem csak az a tipikál, ugye, nagy víztartály. Gyerekek, itt már nő a izé. Nő a gabona. Itt is biztos van egyébként elrejtett cucc. Ilyeneket mindig, amikor arra jársz, akkor érdemes lenne megnézni. Na, próbáljuk meg megtölteni. Van egy olyan érzés, amit nem fogom tudni. De ugye majd mindjárt meglátjuk.
Már. De szivattyúzzunk, gyerekek, szivattyúzzunk. Nagyon jó, nagyon örülnek a keeper. Oda nézzé. Uh-huh. 5 köbméternyi víz. Már is jobban fogja az MTZ-t ám. Nagyon örülünk. Lesz minden a malacoknak, és akkor a következő hónapokban talán majd lesz szaporulatunk is. Úgy gyerekek, ez a 5 köbméternyi víz rendesen meg fogja vonni az MTZ-t. Gondoltam, jó van. Kidörgöltünk még előttük. Gyerekek. Kéri az energiát az MTZ, mindjárt torzul a hangja. Jó, van, ebben a részben egyébként mindenképp azt akartam csinálni, hogy legyen meg az állatoknak minden, hogy azzal ne kelljen vinkodnom. És akkor ugye tovább tudunk haladni az időbe, meg a munkákkal majd. Ugye a következő... Azt a bötyár gyerekek. Fuhuhuhuhu! Föl se megy! Föl se megy, vissza kellett kapcsolnom oda én. Hogy szenved? Hogy szenved? Nagyon ász hangja van. Jó napot, vigyázzon! Együttem. Egyébként ezeket a jeleket, amik ugye vannak így a... most az ólam körül, ugye, hogy hova kell a vizet, hova kell a különböző dolgokat így beönteni, azokat nem tudom kikapcsolni, mert elég zavaróak. Igazából tök elvesz az élményből, hogy ilyen lebegő, tudom én, ilyen disznó alak, vagy ilyen tappancs alak, meg ilyen pótkocsi alak, meg ilyenek vannak. Nem tűnik valami jónak. Na, be kéne tolni ide gyerekek. Okosba. Hát kicsit még el kellett volna távolodna. Hát, talán jobb betöröm, akkor bemegy. Nem tudnom fog. Na, ha jobb betöri a keeper, akkor bemegy. Nem jó. Előbbre. Meg ez itt is maradhatna, nem srácok? Mert igazából mi a francot furikáznék vele. Ezt itt hagyom, és akkor ha kell, akkor még itt le tudom engedni róla, nem srácok? Én nem gondoltam, hogy ezt így kéne megcsinálnom. Megpróbáljuk, talán tudom már. Amit még nem engedi kirakni. Még nem engedi kirakni. Érdekes. Hogy miért nem engedi kirakni? Szóval tök jó, tök ott vagyok, nem? Nem olyan engedi gyereket. Nem értem, hogy miért. Mit hátrébb? Egyszerűen nem engedi kira. Halljátok? Nehogy már! Most mi a szar van vele? Ha? Hát csak hátul kell üritetni. Ó, gyerekek, mi a szar van ezzel? Ah, ezt utálom egyébként, hogy mindig ilyen izékkel, ilyen modokkal, meg mindenfélevel itt szemben az ember. Csak ott kell, nem? Az ott a víznek a jele, hát hogy nem, ott persze, hogy ott kell. Megpróbálok egy kicsit úgy rátolatni, hogy tényleg az eszköznek a hátulja forduljon be. Ami nem olyan egyszerű.
Úgy. Úgy. Ahogy így gondoltam. Merőlegesen így rátolni. Na. Hát ennél jobban már nem fogok tudni, az biztos. Nézzük meg, hogy mi történik. És nem engedi be az. Miért nem engedi? Na srácok. És meg vagyok lőve. Tehát ennél jobban hogyan állsz rá, érted, nem? Megnézem a... itt, hogy nincs valami. Térképnézet, lecsatolás, beszállás jármű. Ugye le tudom választani onnan a lesz izéket. Egyszerűen nincsen. Na srácok, akkor most ez fel van adva a lecke. Hogy miért nem tudom beönteni nekik a videt. Egyébként van egy sejtésem, hogy miért. De lehet, hogy itt a talaj túl magas. Úgyhogy úgyhogy lehet, hogy azt megcsinálom. Lehet, hogy el van cseszve. Lehet, hogy ugye... túl, mint hogyha olyan, mint hogyha hogy magas lenne a talaj. Csak az a baj, hogy most, hogyha azzal elkezdek szarakodni, és akkor azt elcseszem, akkor baj van. Ó, lehet, hogy ugye benn van a föld alatt, az a trigger pontja. Úgyhogy most akkor csinálunk egy olyat, hogy mentek egyes srácok, és kell csinálnom egy olyan dolgot, bocsánat érte, de muszáj, mert szerintem ez emiatt nem csinálja, hogy úgyhogy most P lesz, meg minden, mondjuk nem, mondjuk be tudok menni azért a gyerekek, mekkora fű van, oda nézzük, tenge, hátsó kerék tengeig ér. Bemegyünk ide, P, az, építkezés, tereprendezés, és melyik a, ez a simítás? Hát remélem, hogy jól fog működni. Mondjuk ez le is föl, ugye? Az a le is föl. Melyik a le? Leeresztés, jobb gomb. Itt féltem attól, hogy nehogy a trigger pontra rá kerüljön a festés. Ez nem a legszebb. Kövények. A fű az hol van? Most ezeket... ez mi? Ez lesz az, ugye? Érdekes mondjuk ez a fű. Ez is kicsit olyan fura lett. Na jó, oké. Okay. Jó sok pénzt elcsesztem erre sajnos, de hát, hogyha megoldódott a probléma, akkor jó. Ha nem, akkor nagyon rácsesztül. Úgyhogy most itt is vagyom kint ezt a... aha, látod? Ott volt! Ott volt! Ott volt! Így, látod? Ez volt a baj szerintem, gyerekek, hogy ugye... föld alatt volt az a pont, ahogy ezt meg tudtad tenni. Oké, gyerekek, és akkor úristen, be is töltöttünk neki 3 köböt. Viszont itt, én szerintem ezt itt hagyom, mert teljesen fölösleges bárhol vinni. Bocs, hogy egyébként most ezt így kellett megoldanom, de ugye nem volt rá más megoldás. Sajnos. Jó, gyerekek, ezt itt hagyjuk, azt akkor akármikor ráfogok, csak azt tudom működtetni. Jó. MTZ-vel odébb járunk, és akkor megnézzük a malacok, hogy hogyan állnak, srácok, jó? Ezt leállítjuk. Oké. Okay. Figyeljetek. Á, de most ez nagyon, na, ez tényleg nagyon olyan epik, hogy ez tényleg így szokott lenni, hogy ott van a lajtos kocsi, nem? Mert nem húzzák el, miért húzzák el? Mindig ott van, ahol kell használni.
Ez nagyon jó. Na, megnézem az állatokat. Ja, bocs egyébként, hogy ilyen szenvedős ez, de hát látjátok, hogy vannak próbák. Ó, víz az van bőven. Figyeljetek, ez szerintem, hogyha elkezdenék pörgetni az időt, hogy nagyon picit pörgessünk bele, akkor biztos vagyok benne, hogy ez így működne is. Most nézzünk rá. Állapot 10%, látjátok? És szerintem ez föl fog menni nyérre. Mi ugye megvan minden nekik. Ó, nagyon jó. Jó van, srácok. Szerintem köszönöm szépen a figyelmet. Akkor ugye megvan az állatoknak minden. Annyi, hogy még lehet, hogy fog venni nekik ilyen tápanyagot, táplálékot, és akkor ugye ez tök jó, ezt megveszed neki, és akkor nem kell aggódnod, hogy milyen hány százalékos milyen tápanyag, búzát öntsél nekik, meg minden cuccot, így megkapnak mindent. Szerintem ezt így érdemes csinálni. Jó, van gyerekek, van 2 malacom, ebből lesz trágyám, ugye? Meg lesz nekem, kell venni lapátot, meg izét, vödröt, mindenképp meg talicskát. Jó, és akkor lesz trágyám, meg ebből, esetleg ebből lesz egy kis kus. Na, tök jó. Egyébként nem is annyira üt el ez a füves rész, látod? Ilyen. Jó néz ki ez. Jó van gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet. Jók legyetek, csácsom, hogy csöltöztem.